Portrérajzolás következő feladat. Angelina Jolie színésznő arcképe. Ez most nem egy karikatúra, tehát nincs torzítás. Gyakorlatilag egy az egybe fogom átvinni az arányokat. És még azt hozzáteszem, hogy ha már portrét rajzolunk, akkor próbáljunk meg élőben dolgozni, és ne fotóról. Én most ezt csak fotóról tudom megoldani, de igazából akkor lehet tanulni, ha már maga a forma nincs két dimenzióba kidolgozva, ami persze sokkal nehezebb. Először is alapformák, próbálom a két legelválaszthatóbb alkotórészt elkülöníteni, úgy mint a frizura, aminek van egy nagyobb sötét tömege, illetve az arc, ahol sok részlet és finom megoldásokat igényel. Hátul is van még egy sötét, majd lesz egy segédő árnyékunk ebből a fekete foltból. Tehát körülbelül ezek lennének az arányok. Akkor az arcél tengely az körülbelül erre felé menne, egy kicsit karakter irányban az álla előrébb tart, ezért itt előre felé bukik, és nem hátra. Ez a szimmetria tengely. Valahol itt válik el a homlok a hajtól, itt és az áll alatt, ami egy karakteresen éles vonal, tudom elhelyezni a szemtengelyt. Tehát ennek a felezési távolsága, a szem maga egyenes vonalon helyezkedik el, és rögtön kijelölöm az orr helyzetét. Ez egy befoglaló háromszög, lesz egyenlőre. A szemöldök a saját tónusával együtt, illetve a szem felső, alsó szemhéj és az alsó lehatárolása. Komoly tömegű szempillával együtt. Tehát ezen a tengelyen a első szemzug, a külső, ehhez képest nagyjából ez a távolság jön ide. Egy kicsit jobban rálátok erre a szemre, megvan neki ez az első betű híve. Ezt ilyen, ezekkel a vonalakkal, ilyen himbáló mozgással tudom mindig elérni, és amikor megérzem a valódi vonalat, akkor erősebben meghúzom. Mindjárt próbálom a közepét kijelölni. Figyelem a fehér szemfehérét, ami kihagy egy bizonyos háromszöget. Háromszögnek a nagysága másik oldalon behatárolja ennek a sötét körnek a térfogatát. A felső az mindig erősebb. Adok neki egy tónust, azonnal ezt érdemes itt is megismételni. Illetve az alsó vonal a szélesebb, pontosabban erősebb. És ez az így jön le ide, érdemesebb ezen a részen kezdeni, mert ehhez képest tudom már viszonyítani az orrnak a szélességét, az orr és a szemzug távolságát. A felső rész az már nagyjából rendben, kicsit nagyok lettek a szemek, ez még alakulni fog. Ugye az orgyök és az áll
távolságát fejezi a szájnak a tengervonala. Ebben az esetben egy nyitott száj annyit tesz, hogy próbálom egyedileg az arányokat újra fogalmazni. Körülbelül az orr ennek a viszonynak a megértésével kicsit följebb kerül. Ezek a formák határolják. Nézem azokat a részeket, amik kicsit kontrasztosabbak, hangsúlyosabbak, mint például itt az orr alatt, az orruk maga. És ahogy mosolyog, csökken az orr alatti távolság a száj viszonyában, és egészen egy fél centivel az orr alá kerül meg a felső ajak felső szintje. Akkor ennek van egy formája, tehát egy, kettő és a negatív része. A felső ajaknak a vastagsága az egészhez képest valahol itt lesz. Akkor jön a fog fehérje egy szint lefelé, és az alsó ajak szintén. Ez majdnem olyan vastag, mint a felső. Fontos még a szájzugok pontos hely meghatározása. Ehhez képest, ez körülbelül itt van, ami a szemzokhoz képest is megfelelő lesz ennek a távolsága. Itt jelentkezik egy sötét háromszög, hiszen fél profilban van, és itt egy árnyék keletkezik a fog mögött. Itt is a szájzug ehhez képest ezen a vonalon helyezkedik el, magassága ezen az egyenesen van, és így kötődik össze egy negatív, majd egy pozitív vonal az alsó ajakkal. Tudom ellenőrizni az állat, hogy mennyire jött ki. Kicsit talán visszaveszem. Aztán egyrészt van a homlok. Most a külső kontúrokat veszem elő. Itt egyenesen folytatódik tovább a következő forma. Ez itt csúcsosodik ki leginkább. Itt nagyjából egyenes. Itt egy kicsit visszafogom. És így tudom összekötni ezt a kettőt egyelőre egy egyenessel. Majd ezen belül a finomabb részeket összemosom két egyenest egy görbülettel. Itt szinte nincs, minimális törés van, és ehhez képest most a nyak meghatározása, ez a függőleges vonal, ami szépen kijön, ez hova menne, körülbelül ide menne, talán kicsit kijebb, tehát ahogy törik, ezt a pontot kell meghatározni, ez jön lefelé, de csak idáig. Ennek a viszonylatában valahol itt van az elválás, a csuklyáns izom és a nyakizom között van egy negatív formám, ami egy háromszöget határol be, innen már a kulcsont az, ami szimmetrikus, tehát a másik oldalon is ezt az ívet megkeresem. Itt összesimul a vállal, itt van egy kis törés, ami nem látszik a ruhától, és innen jön le a vállforma. Ezt mindig több vonallal, keresővonalakkal, szerkesztő, elemző magatartással oldom meg. Következő mosolygóizom, ami egy ilyen 45 fokos szögben, az áll, pontosabban a száj sarkához képest fél centivel megy el, és onnan lefelé megy át az áll formába. Mögötte van egy árnyékos rész, ezt mindjárt be is rajzolom, hogy megmaradjon, illetve ehhez a ponthoz és ehhez képest meg tudom határozni, hogy a fül hol válik el az arctól. Tehát ez a háromszögű viszonylatom, és akkor megpróbálom ide, jó ez a vona, akkor ezt meg fogom erősíteni. Innen, és ami alig látszik az áll, de tudom, hogy ott eléggé
kifeszített forma jön létre, egyrészt van egy függőleges, egy viszintes és ferde, majd a kettőt összekötöm együttben. Ezután nagyjából ezen a vonalon a nyaknak a másik oldala, ez ugye ide tartozik, ide jön ki egyenesen, aztán itt van egy kis törés idáig, ennek a másik oldala, és innen jön ez a rész, másik fele. Akkor itt van kis kiemelkedés, talán innen már látszik, hogy túl sokat vettem le, ez a háromszög meg lett, ezt is lehet javítani. És a ruha itt metszi le a vállat magát. Alapforma, kicsit távolabbra, hogyha megnézem, nagyjából tartom a karaktert, az arányokat, és akkor a hajjal tudok foglalkozni. Egyrészt van egy, hát itt is, ahol a különbségeket látom, ahol kontraszt elválik, éles vonalat érzékelek. Egyszer van egy ilyen ív, van a homlok, és az között egy sötét rész, amit ezekkel a persze a lapjára fordított szerzával ki tudok tölteni, mindjárt rögzítem ezt a tónust, és akár össze is tudom dolgozni egy fél tónussá ezt a részt, akkor azt tettem, hogy adtam egy mögöttes árnyékot, amitől a világosabb rész előrébb jött, illetve értelmezhetővé vált. Úgyhogy ki akarom használni ezzel a módszerrel ezt a mögötti grafikát, amit én egy kontraszt árnyéknak veszem, akkor ezt a majdnem több sötét tónusra felviszem, és hasonlóan, mint a fönti részhez, itt ez a sötét tónussal és a másik oldalon is akár, itt van ugye a haj, ez ezekkel a formakereső vonalakkal, hogy hol mennek tovább. Így tudom megrajzolni, mögötte van még egy sötét, amit kihagy a fül. Az mögött egyrészt bele tudom vésni a ceruzát, hogy itt aztán tényleg a legsötétebb lesz, illetve ez a szép barna technika nem teszi lehetővé a tökteketét, ezért egy kicsit visszafelé kell. Tehát nem tudom teljes tónuskálát bejelölni, hanem egy picit minden világosabb lesz ezáltal. És itt volt nekem ez a másik oldalának a sötét háttérnek, ami egy fokkal világosabb lesz, mint a fölötte lévő fekete hajrész. És ezzel kell, hogy szinkronban legyen. Így. Ceruza hegyezés, mert lekopott. Igaz, hogy ki is hegyeződött mindjárt a ceruzán, tehát ez arra jó, hogy nem pazarolom a grafitot, hanem egyből tudtam ceruza hegyet is kreálni. Aztán van a hajtincs, ami